Sziasztok! Aki nem ismerne meg, én Szebenyi Péter vagyok. Egy nagy bejelentéssel készültem nektek, mivel 2020 év végén lezártam egy korszakot, illetve szeretném nektek bemutatni, hogy mivel fogok foglalkozni 2021-ben. Nézzétek! Kezdjük talán a leglátványosabb változással, ami meg fog látszódni a 2021-es környezetvédelmi tevékenységeimen, méghozzá azzal, hogy 2020 év végén arra az elhatározásra jutottam, hogy abba hagyom a zöld civil szervezeti tevékenységemet. Így már előző év végén leköszöntem a Jövő Öko Nemzedéke, röviden Jön Alapítvány kuratóriumi elnökségéről, illetve jeleztem a kuratóriumnak kilépési szándékomat, ami jelenleg is folyamatban van. De mielőtt feltennétek a kérdéseiteket, hogy miért lépek ki, el kell, hogy mondjam, nem, tényleg nem, nem furtak ki. Azért pont ezt a kérdést emeltem ki a sok közül, mert többen ezt a kérdést tették föl, akik már tudomást szereztek a döntésemről, és jobb még a legelején ezt tisztába tenni, hogy emögött semmilyen személyes probléma, összetűzés nincs, sem hatalmi kérdés, sem anyagiak. Egyszerűen én úgy érzem, hogy teljesítettem azokat a zöld célokat civil szervezeti szinten, amit el akartam érni. Elindítottam a hulladékvadász mozgalmat, többen magammal létrehoztam a többszörösen díjazott környezetvédelmi jönalapítványt, sikeres edukációs kampányokat és összességében több ezer embert megmozgató eseményeket vezényeltem le, így személy szerint ebben a témában én mindent elértem. Természetesen a kilépésemmel a jönalapítvány nem szűnik meg, a többiek folytatják a megkezdett munkát. És én közben új vizekre evezek. Ezek után jogosan tehetitek fel a kérdést, hogy mivel fogok akkor foglalkozni 2021-ben. A YouTube mellett Instagramon is megtalálható vagyok, ahol talán nekem van a legzöldebb profilom. Ott is várlak titeket érdekes zöld tartalmakkal. Hát elsősorban egyéni céljaimat szeretném megvalósítani, szakmailag szeretnék fejlődni, illetve nem utolsó sorban a magánéletemre szeretnék fókuszálni. Az egyik ilyen egyéni célomat, vállalkozásomat már el is indítottam, amit zöld marketing tanácsadás és menedzsment névre kereszteltem el. Itt vállalkozásokat zöldítek, illetve az online marketing világában segítem a munkájukat. Ez alatt értem a weboldal készítést, a kereső optimalizálást, illetve a tartalom és közösségi média menedzsmentet is. Egy másik egyéni célomat is elkezdtem megvalósítani, sőt már azt is elindítottam, ennek az a neve, hogy Zöld Hírlevél. Ebben a hírlevélben hetente összefoglalom az aktuális héten történt legfontosabb zöld híreket, legyen az akár környezetvédelmi hír, legyen az akár technológia, sőt akár ilyen közérdekű, például mikor van lomtalanítás, sőt még olyat is, hogy hogyan zöldítsük ki a vállalkozásunkat, tehát iratkozz fel rá, link a videó leírásában. Ezek mellett is továbbra is folytatom a környezetvédelmi influencerkedésemet, ide a YouTube-ra rendszeresen készítek majd videótartalmakat zöld témában, de viszont, hogyha napi szinten szeretnétek engem követni, akkor iratkozzatok fel a TikTok csatornámra, ahol naponta posztolok újabbnál újabb videókat zöld témában. De ha még ez se lenne elég, akkor olvassátok szeretettel a zöld blogomat, amit a peterszemenyi.com oldalamon vezetek. Itt heti szinten készítek egy jó hosszú kiadós cikket, kereső optimizálva úgy, hogy mindenki megtalálhassa, és adott esetben tanulhasson belőle hasznos dolgokat, és még emellett szakmai előadásokat is tartok, cégek, iskolák, közintézmények részére, mindenféle elérhetőség megtalálható a videó leírásába, várom a felkéréseket. Köszönöm! Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hisz tudjátok, nélkületek nem sikerülhet, de ha gondoljátok, a Patreon oldalon keresztül támogathatjátok a munkásságomat. Ha szeretnél segíteni nekem, hogy minél több szemléletforró cikket és zöld videótartalmat készítsek, akkor támogass engem a Szebenyi Péter Patreon oldalamon keresztül, link a videó leírásában, és köszönöm! Ja, és majdnem elfelejtettem mondani, hogy megnövesztettem a szakállamat. További részletek a peterszemenyi.com-on és a videó leírásában.